A Nyíregyházi Állatpark előtt gyülekeztek idén is a fogyatékkal élők és kísérőik, hogy részt vegyenek az Ez a mi napunk című rendezvényen. Az esemény megnyitóján az Éfóész megyei elnöke elmondta, az idei központi téma a környezettudatos nevelés, ami a fogyatékkal élők számára is fontos, még akkor is, ha bizonyos dolgokat nehezebben értenek meg. 1800-an, 1900-an regisztráltak, eddig körülbelül, de az nem azt jelenti, hogy többen nem lesznek, biztosan lesznek többen. Tavaly közel 3000 fogyatékos, sérült gyermek, fiatal jött össze, és ami a célunk, most a környezetvédelme, a környezettudatos nevelés, még akkor is, hogyha ezekkel a gyermekekkel, fiatalokkal nagyon nehéz bizonyos dolgokat megértetni, de törekszünk rá, hogy így legyen. A közel 2000 fogyatékossággal élő vendég számára különleges programokat is szerveztek. Például láthattak fókasót és környezetvédelmi vetélkedőn is részt vehettek. Mit nem szabad komposztba tenni? Almahéj, falevél, használt sütőolaj. Ez. Igen. Én már 20 éve csináljuk ezt a, hát nem tudok más szót mondani, ezt a kedvességet. Az az igazság, hogy nagyon fontos, hogy minden ember, úgy gondoljuk, kijöhessen a Nyíregyházi Állatparkba. A fogyatékkal élőknek egyébként egész évben is kedvezményes jegyük van, de mégis ilyen egyszeri alkalommal, amikor programokat is szervezünk nekik, mindenki nagyobb kedvel jön. Most is több mint 2000 ember itt van, és ilyenkor egy kicsit készülünk mi is jobban erre a napra, olyan állatbemutatókat is láthatnak a fogyatékkal élőt, amit egyébként mások nem. Az Ez a mi napunk című rendezvényre legtöbben Szabolcs és Borsod megyéből érkeztek, de többen a Tiszántúlról és Budapestről is jelentkeztek az eseményre.